Sziasztok! Itt vagyunk a heti adag háttér előtt, és egy beköszönő, információdús, de igazából nagyon őszinte vloggal próbáltam készülni. Hát mi is lesz ez a hatalmas Game Geek stream hétvége, ami miatt készül is ez a vlog, és ígértem nektek, hogy az elején igazán most csúszásban vagyok, de mindenképp valamennyire össze fogom ezt foglalni, mik ezek a Laci gyermekkori posztok. Igazából Facebook oldalra kitöltöttem egy ilyen, hát ilyen nagyjáboli összeállítást arról, hogy mit tervezek a következő csütörtök este, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, olyan 4 napban, és mit próbálok lehozni, úgyhogy hát ezt próbálom most ismertetni. És természetesen ez egy nagyon jó zárás lesz a júniusi nyereményjátékunk zárásának, ahol ugye egy GTA 5-öt lehet nyerni, és mindenki, aki megosztogat, is benne lesz ebbe a dologba, és most rengeteg tartalmat kaptok a hétvégén, úgyhogy rengeteg lehetőségetek lesz például megosztani videókat, akár különben ezt a vlogot is. Úgyhogy ha megosztjátok publikusan, akkor ti is benne vagytok a sorsolásban, és a 4. heti játék is kiegészül, ami azt hiszem Brutal Legend. Mint mondtam, csütörtök este az egy rávezetés lesz, és egy magyarázás, és már 7-kor kellett volna kezdenem, úgyhogy már kicsit csúszok, de hát ez mindig így van. Amit el tudtok képzelni, ott van valahol a softbox, meg sem mutatom, olyan kupi van ott. Ott van a softbox, hát a softbox kisöccse most ez a kis csupasz lámpa, mert az egyik az beadta az unalmast. Az egyik égő sikeresen magával vitte a biztosítékot a boxban, úgyhogy kellemetlen. Na nem baj, ott van egy sarokban egy streaming setup, amit néha már láttatok ilyen egyszer-egyszer, különben mellette helyezkedik el a heti adag setup. Ennyi a szoba, a többi részét nem mutatom, mert hozzá kell tennem, hogy azért fogok ennyit streamálni, azért is, mert nagyon régóta egyhuzamba dolgozok, és nem nagyon sikerült Szabit kivennem már egy jó ideje. Kicsit időlök a fénybe, hát ha jobb lesz a felvétel, még túl sok is a fény. És most sikerült kivennem egy hosszabb hétvégét, úgyhogy meghosszabbítottam egy pénteken meg egy hétfővel, úgyhogy igazán nagy buli, és ráadásul pont úgy jött ki, hogy egyedül vagyok itthon, úgyhogy a lakás többi részét sikerült egy ilyen legény lakással varázsolnom rettentő rövid idő alatt. Nem is hittem volna el, de olyan kupi, hogy nem merem körbe mutogatni a dolgokat, és emellett természetesen olyan rákészülések vannak, hogy beszereztem egy ilyen Blu-ray kombó lejátszót, őt. Hát nagy tech videót ne várjatok tőle, viszont ugye a játékaim nagyjából itt vannak valahol mögöttem, most egy kicsit szét vannak, basszam, összedőlt az egész ilyen cucc, de el tudjátok képzelni, hogy a régi CD-k átkutatásával mégis milyen olyan dolog lehet, ami előkerülhet, régi, nagyon régi. Direkt nem akarok címeket mondani, ez legyen meglepetés, de lesz multikulti, óriás multikulti brand cím is, és lesz nagyon apró is, ami csak az én szívemnek kedves. Lesz olyan is, ami csak gyerekkori emlékemből maradt, mert igazából valahol egy kis árkád játékba belebotlottam, és én azt annyira szeretem. Olyan is lesz, amit nem találtam meg, és olyan is lesz, ami igazán óriási klasszikus, és szerintem mindenki ismeri. És ezen kívül persze próbálom kiegészíteni azt, hogy ez nektek nagyon nem fog tetszeni, is megyünk a flow-val, tehát lesz itt közös játék is, akár csak egy sima Dota Underlords-al, vagy valami ingyenesen, vagy mindenki tud csatlakozni, akár olyannal is, ami például sokaknak szíve kedves, ugye például a Fortnite-ot nagyon nyomtátok, hogy próbáljam ki, lehet, hogy megpróbáljuk hosszabb időszakban. Most mögöttem egy ilyen dupla streaming setup van felállítva, és igen, látjátok, hogy be van állítva itt egy plusz egy gép, ami igazából egyelőre ma még nem streamelni fog, de most egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz egy kis társam, aki segít majd a cseten. Úgyhogy ez is nagyon izgalmas lesz. Na, de a lényeg az, hogy képzeljétek el ezt úgy, hogy én most itt vagyok, folyamatosan csak a gépnél fogok ülni, folyamatosan live-olni fogok, és ha nem live-olok, akkor valami apró kis vlog videóval fogok nektek készülni, természetesen nem ennyire dumálósan, mint ez, mert ez rohadt unalmas, és csak azért töltöm fel, hogy ha a napokban valaki oda téved, akkor lássa, hogy mégis mi megy ezen a hétvégén. És nagyjából szerintem ez lesz a videó címe is. Úristen, kimondta a címét a videó. Na, a lényeg az, hogy nagyon sok minden is változatos dolog fog történni, és olyan is, amit szerintem... Nem, direkt nem akarom ezeket elmondani, na, érted? Nem mondok olyat, hogy na, meg olyat se, hogy na, mert végre lesz, na. Na, a lényeg az, hogy óriási ventilátort is beszereztem. Nem tudom, mennyire hallatszik. Ilyen brutál nagy. Na jó. Úgyhogy ő is fog segíteni, különben kicsit teszteltük egy ilyen Discordos játéknál Rainbow Six alatt, és a többiek nem hallották, akik eljátszottunk, úgyhogy remélem ti se fogjátok, ha meg halljátok, akkor majd visszaveszem. De bekészültem rengeteg szőlőcukorral, gumicukorral, energiaitallal, semminek nem szabtunk hátat, nem spóroltunk semmin,
úgyhogy óriási live-ok kezdődnek. Most egy ráhangolódás lesz, játszogatunk, szerintem PS live-val kezdünk, a Days Gone-t ígértem, a hordákat ki kéne végre nyírni és megszerezni a motorskint, és avval bemelegettünk, akkor este elkezdünk egy közös játékot valami egyszerűvel, megnézzük, hogy mennyire alakul a ma este, tudom, hogy azért holnap még mindenkinek talán munka, de suli azt hiszem már nincs, úgyhogy ha velem akartok tartani, akkor próbáljátok meg, és péntektől kezdve folyamatosan nyomjuk. És akkor most jön az info része, mert ezt eddig elfelejtettem. Nagyjából úgy fogom csinálni, hogy a játékokat úgy pozícionálom, hogy az unalmasabbak legyenek mondjuk délelőtt, akik még alszanak, vagy ilyenek, vagy nem lenne annyira pörgős. Például imádtam régen a stratégiai játékokat, úgyhogy ilyennel például nem akarlak a csúcsidőszakba titeket untatni. Akkor inkább kapcsolatok másik streamerhez, de reggeltől nagyjából szerintem, hogy 10-től már föláll a rendszer, elindulunk, és utána közben igazítom a függönyt, mert elviszi a cica, kifújja az utcára a függönyömet, az nem lesz függönyünk. Ebédkor tartunk egy szünetet, és délután elkezdjük a nagy mókát, az változatos lesz, mert vagy ilyen, attól függ, ha nagyon tetszik nektek a retro stílus, akkor azt nyomjuk akár egész nap, ha annyira nem jön be, akkor csak belekóstolgatunk, és utána úgy alakítjuk a műsort, ahogy persze nektek is tetszik, meg ahogy ugye nekem is, és valami közös nevezőt találunk. A lényeg az, hogy a leírás most is bújtassátok át, ugye van egy achievement unlock, nem tudom, kihívásunk, ugye a 30.000 YouTube feliratkozó, amitől nem vagyunk annyira messze, az 1000 Twitch követő, amitől attól se vagyunk annyira messze, és a 4000 Facebook like, amitől egy kicsit messzebb vagyunk, de az összes többi egy ilyen 2-300 feliratkozó vagy követő lenne, úgyhogy szerintem nem annyira borzasztó ez a szám, és hogyha elérjük, akkor lesz valami egyedi videó, és egy egyedi óriási nyereményjáték, aki ebbe segített, valami nagyon brutál cucc, majd keresek valami szponzort rá, vagy csak veszek nektek egy jó drága játékot, vagy valami hasonló, úgyhogy szerintem valami ilyesmi lesz, és ezt együtt fogjuk szerintem megünnepelni, és akkor még kitalálni, hogy ti minek örülnétek a legjobban, egyedi GameGate találkozó, egyedi helyen, tényleg valami nagy nyereményjáték, amire esélyetek van, vagy akár közös bármi, nem tudom, valamit kitalálunk, ami nektek is jó. Ami azt mondjátok, hogy na ez érték, ez valami, ezért megérte. És ha ezt elérjük, az meg nekem tök jó, úgyhogy kicsit lendítsük fel a dolgokat, és nyomjunk tartalmat. Ennyire akartam jelentkezni, úgyhogy ma csütörtök este van, ráhangolódunk, aki nézi ezt a live-ot, vagy nem, ez nem live, a live az majd most jön, aki nézi ezt a vlogot, az tudja, hogy pénteken, szombaton és vasárnap is gyakorlatilag egész napos tartalom várható, és még ráadásul hétfőn is, ami szerintem a haldokló ez 3 nap folyamatos játék után, de emiatt lesz még izgalmasabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mehetek vissza játszani, vagy nézni a streamet, ha már annyi az idő, és ennyi. Örülök, hogy itt vagytok, sziasztok!